környezetbarát hibrid buszok állnak forgalomba Budapesten. A hibrid autóbusz elektromos és dízelmotor meghajtású. A jármű 20 km/h sebességig kizárólag elektromos meghajtással közlekedik, melynek köszönhetően a végállomásról, megállókból történő indulás zajtalanná és füstmentessé válik. Kevesebb káros anyag kibocsátással jár. A hibrid buszok Tarlós István főpolgármester által indított járműparkfejlesztési program részeként állnak forgalomba. Ez a hibrid hajtás, ez már szólóbuszokban már elterjedt, tehát nagy tapasztalata van, viszont csuklós járműveknél ez a legnagyobb európai flotta, ami nálunk üzembe fog állni. Rába Volvo 7900-as hibrid járművekből 28 darabot szereztünk be szolgáltatókon keresztül, ezek fognak forgalomba állni legkésőbb március 1-jéig. Az első járműveket már 17-én láthatta az utazóközönség. Januárban hétvégenként fognak forgalomba állni a 7-es vonalán, és február 1-től újabb 6 jármű, illetve ütemezetten március 1-jéig a további teljes járműflotta fog forgalomba közlekedni. Tehát a buszokat specifikáltuk a budapesti környezetre, a budapesti szolgáltatási színvonalra, ezért a járművek alacsony padlósak, klímaberendezéssel ellátottak, kamerarendszer van bennük, korszerű utastájékoztató rendszerrel rendelkeznek, amit integrálva vannak a futárrendszerbe, és az utaskomfort is elég magas. A járműveket a Budapest átszelő vonalain, hosszú vonalain fogjuk üzembe állítani, mely érintve fogja a belvárosi részeket, illetve kiemelt részeket, mely itt az előnyeik fokozottan tudnak érvényesülni. A járművek az 5-ös, a 7-es, a 9-es és a 107-es vonalán fognak közlekedni.